Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Bloom magyar nyelvi csatornája. Én Pinka Attila vagyok, a mai hírek pedig a Bitmax nyakába pertakasztanak, úgy néz ki, és több pontban vádolják őket, hogy mik ezek a vádpontok, hamarosan elmondom. Aztán kicsit visszaesett a blokk generálási sebesség a halving óta, Erről is beszélünk majd egy kicsit. Valamint a Goldman Sachs az jósolja, hogy a második negy évben Indiának akár mínusz 45 százalékos GDP csökkenése is lehet. Szóval ezekről lesz szó a mai műsorban. És hogyha még nem iratkoztál föl a csatornára, mindenképpen tedd meg, ugyanis hétfőtől péntekig folyamatosan szállítom a friss információkat a kriptovaluták és a blockchain világából, valamint kövess minket a Facebookon és az Instagramon is. Most pedig akkor vágjunk bele. Először nézzük meg a piacokat. Hogyha megnézzük az első hát, 14-et, akkor mindenki egy picit mínuszban van, bár nem veszélyes. A bitcoin jelenleg mínusz 1,69%-ban van, és 9595 dolláron. Aztán nézzük meg, hogy kik a nap nyertesei. Ez nem igazán az, amit én kerestem. Itt szerintem valamit sikerült elnyomni. Na még egyszer. Igen. Szóval. A Steam jelen pillanatban 18,75%-os pluszban az elmúlt 24 órában, aztán a Solve 15,36%-os pluszban, majd, majd a Monacoin 13,61%-os pluszban. Ők a top 3 favorit jelen pillanatban. És hogyha megnézzük a veszteseket, akkor a veszteseket a BHX token e, mínusz 10,69-en, mínusz 10 Numeria és a Crypterium pedig mínusz 8,67%-on jelen pillanatban. Az elmúlt 24 órában, tehát ők lennének a top 3 vesztesek jelen pillanatban. És akkor nézzük meg az első hírt, ami nem szól másról, mint hogy a BMA LLC egy pert akar akasztani a Bitmax nyakába. A Bitmax ugye nem más, mint az egyik legnagyobb kriptovaluta váltó. A vádpontok pedig a következőek: zsarolás, pénzmosás és engedély nélküli pénzátutalás. És... Uh a Bitmax is nyilatkozott, azt mondták, hogy átnézték felületesen egy picit egyelőre a vádpontokat, de úgy gondolják, hogy mindenképpen meg tudják védeni magukat a hamis vádak ellen. Egyébként azért is érdekes, hogy mi lesz ennek a pernek a kimenetele, amennyiben megvalósul, hiszen itt egy elég nagy kriptovaluta váltóról van szó, és ugye nem mindegy, hogyha valaki nyer ellenük, akkor ez mennyire befolyásolja a többi kriptovaluta váltót, de amennyiben meg tudják magukat védeni, mert ők úgy néz egyelőre nem nagyon aggódnak, akkor, akkor ez is lehet mindenképpen egy hasznos információra a, a jövőre tekintve. Aztán nézzük meg a következő hírt, mi szerint a blokk generálási sebesség egy picit visszaesett a halving óta. Egészen pontosan vasárnap volt az, amikor csak 95 blokk keletkezett a rendszerben. Átlagban 100-120 blokk szokott lenni, és az elmúlt tíz év folyamán összesen nyolc olyan nap volt, amikor száz blokk alá esett ez a szám, és az egyik az elmúlt vasárnap. Ugye ez részben, ugye, sőt, főleg a halvingnak köszönhető, és amikor lesz ez, van ez a újra kalibrálási periódus, ugye ez a bizonyos 2016 blokk utáni, ez azért érdekes, mert a halving az pont a közepébe esett. Tehát volt egy hét előtte, mert az általában két hetente történik, majd vala egy hét most utána, és ha minden igaz, akkor ma ö, megtörténik ez, de sokak szerint ez még nem fogja helyrehozni teljesen a helyzetet, pontosan az miatt, hogy a halving a közepére esett, tehát talán a következő, tehát hogyha megint eltelik 2016 blokk, akkor kicsit jobban helyreállhat minden, vagy hogyha a bitcoin elkezd még jobban 10000 dollár irányába menni, sőt át is lépi azt, akkor az ismételten vonzóvá teheti azoknak a bányászoknak a számára, akik esetleg most időszakosan kiszálltak, és akkor visszaszállnak a játékba, ez is mindenképpen fölgyorsíthatná egy kicsit a dolgokat, és visszaállna minél hamarabb a, a normál rendbe, és megfelelő mennyiségű blokk születne naponként. Szóval erről lenne nagyjából szó, amit a blokk generációs sebesség visszaesését jelenti. És még egy érdekes hír, nem a kriptovalutához kapcsolódik, de mindenképpen befolyásolja azért a gazdasági helyzetet a világban, ami most történik. Ugye, amit a vírus legalábbis úgy tűnik, hogy a, onnantól datáljuk, indult el egy, egy, egy lejtmenet a világban. És például a Goldman Sachs azt jósolja, hogy Indiában a második negyed évben akár mínusz 45 százalékos GDP visszaesés is lehet. India nem kis ország, tehát, és ez egy jelentős szám. Ugye nemrég beszéltünk arról is valamelyik videóban, hogy a libanoni font is elvesztette 50 ban a vásárlási értékét. Ezért ezek a dolgok most már azért látszanak, hogy, hogy elkezdtek történni a világban, a Fed nyomtatja a pénzeket, tehát itt még a következő hónapokban igen csak érdekes dolgokat fogunk látni, érdemes a szemüket mindenképpen rajta tartani. Nos, ennyi lenne mára, köszönöm szépen a figyelmet, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, hogyha érdekel a kriptovaluták és a blockchain világa, ugyanis én hozom a frissebbnél frissebb híreket, hétfőtől egészen péntekig minden nap egy friss videóval jövök, kövess minket a Facebook és az Instagramon is. Köszönöm szépen már a figyelmet, holnap találkozunk, sziasztok!